Jó reggelt kívánok! Február 21-én reggel Finch Hempsteadből meghozták a másik gépet. Reggel 9:30 van. Ennek magasságkorlátozó berendezés van. Majd elmondom, hogy mit kell, mi az itt a feladat, hogy miért kell ezt csinálni, amit csinálunk. A magas feszültség vezetéket le fogják vinni a föld alá, és annak a fogadóját csináljuk, a fogadó alapjait, ahol leviszik a föld alá. Hát gondolom, hogy lakópark fog épülni, aztán gondolom, hogy hát le kell vinni, mert ugye egészségtelen itt a házakat ezzel le fel építeni. De mindegy, majd beszélek róla. Jó barát. Ugyan Hitachit hoztak, csak kisebb, rövid farú, ahogy elnézem. Az már rövid farú. Elég nehéz lesz neked lekanyarodni ottan. Barátom, elég nehéz lesz. Meghozták a gépet, 225-ös. Rövid farú. Ebben van magasság szabályzó. Megmondom, a tököm tudja, hogy kell beállítani, de majd kiderül. Életben nem dolgoztam még magasság szabályzós géppel, vagyis dolgoztam vele, csak nem kellett használni. Dolgoztam már olyan, ami benne volt, csak nem kellett használni. Hogy lekorlátozni, hogy milyen magasra tudjon felemelni a gémet. Na, majd meglátjuk. Ez is új gép. Elképesztő, hogy amiben ülök, ez is új gép. A új gép, amit hoztak. Mindenhol, ahol dolgozok, ilyen 1-200 üzemóra, 1000 üzemóra, ilyen gépekkel dolgozok. Hova a faszomba teszik azt a kibaszott sok használt gépet, el nem tudom képzelni. A legöregebb gépemmel itt Angliában 12 év alatt dolgoztam, abban 10.000 üzemóra volt, ami Magyarországon egy tínédzser korú gépnek felel meg. És az volt a legöregebb, és a saját gép volt, a bércégek, akik bérbe adják, azok 5-6.000 üzemóránál tovább nem adnak bérbe egy gépet, onnét már eladják. Behozta az árát, meghozta a hasznot, kész. 5-6.000 üzemóra. Bérgéppel még nem nagyon dolgoztam 6000, nem is emlékszem, hogy 6000 üzemóránál több lett volna bármilyen bérgépe. De inkább ilyen 1000 órások, meg 500 órások, meg ilyenek. Hova teszik ezt a kivaszott sok használt gépet, nem tudom. Fogalmam sincs. De valami elképesztő mennyiséget termelt ki az építőipari tanuljába, amit lerúgnak egy idő után. Az építőipar lerúgja magáról, eladják. Hova? Nem tudom. Keletre? Nem létezik. Hát annyi gépet lehet. Nem tudom. Fogalmam sincs. Iszonyat mennyiséget. Ha van ott angolok, esetleg a franciák, németek, meg az egész nyugat. Nem tudom. Annyi gépet a kelet nem szív fel. Majd esetleg Ukrajna, ha végül a háborúnak. Kérem szépen, itt van ez a nagy magasságmérő, 8 méterre van beállítva. Ez egy kurva intelligens gép, állandóan pofázik itt mögöttem valami. Valami emberérzékelő is van benne, ebben lehet kapcsolni. És akkor itt van egy ilyen pajzs, itt oldalt, itt kívül ez a pajzszerűség, ez a sárga keretes. Ez, ha közel jön az ember, akkor valami riasztás pofázik állandóan. Nem fordulom, hogy fog vele együtt élni. Na mindegy. Ja. Egyébként 11 óra van benne, 11 üzemóra van benne. Vadonatúj gép. Szörúj. Ez már nagyon-nagyon izé. Design.
vadászott vele. Na szóval kérem szépen, itt van 4 négyzet. Itt látszik, hogy a 4 négyzetnek a 4 karója, az egyik vonalában már beálltam. Ott a másik négyzet, és akkor itt van két kis négyzet. Itt fog a ez a nagy magas feszültségű kábelt, amit hosszában van, ez alatt vagyunk, be van állítva a magasságkorlát azon 8 méterre. Szóval, itt fogják levinni a föld alá, és innen a föld alatt megy tovább, mert hogy ez a magas feszültség, ez állítólag, aki közel lakik hozzá, volt ebből Magyarország és Balé, állítólag ez az elektromos sugárzás, elektroszmog, mit tudom én, micsoda, fogalmam sincs. Ugye 125 ezer volt megy itt, 125 ezer volt, 125 kiló volt megy itt, hát azért az nem kevés, és hogy itt ezeknek által nem jó közelében lakni. Na most, hogy most itt megy 12 méter magasan, hogy a föld alatt megy tökön tudja 4 méter mélyen, vagy nem tudom milyen mélyre fogják lerakni, nem tudom. Ne, hogy a földön keresztül már nem sugároz, a levegőből sugároz, nem tudom, nem értek hozzá, fogalmam sincs ezekhez a dolgokhoz. Biztos vannak ennél nálam okosabbak, akik ezt tudják. A lényeg az, hogy itt le fogják vinni a föld alá, és a területen itt majd lakóházak fognak épülni. Ez a lényege neki. Ott a vasat szerelik a fiúk. Ilyen trepniket raktunk le tegnap, amint bejöttem, azok a fa, ezek össze vannak forratva, azt mondja, hogy is 3 vagy 4 darab van összeforratva ilyenekbe, és aztán ott van egy rakat egyébként, ott látszik, így néznek ki ezek. 2 rakatot leraktam tegnap, szakad az eső, 2 rakatot ebből leraktam, és szétterítettem. Lényeg az, hogy ez egy vadonatúj gép egyébként. Teljesen oké. Teljesen oké. Leica is van benne, tehát GPS is van benne, meg magasságkorlátozás. Mert van egy ilyen védelmi rendszer, ha közel jön valami ember, most ezt kikapcsoltam, itt van egy pajzs, itt az elől, itt az a sárga keretes, az jelzi, hogyha közel jön ember, hát én nem akarom én ezt elittem használni. Na mindegy. Keskeny kanállal le kell ásni itt a körbe ezt a négyzetet, a négyzetnek a keretét körbe, le kell ásni 5 méter mélyre. Vissza kell temetni, és akkor ilyen lemezeket fogunk belenyomni. Ilyen támasztó lemezeket, és azért kell 5 méter mélyre, könnyen lemenjen. Na mindegy. Ez van. Ezt kell csinálni. Na, 6 oldalt kiszedtem. 6 oldalt már kiszedtem. Még 2 van, hát azt megyünk haza, szakad az eső. Megmondhatom, milyen mélyre kell menni. Nagyon mélyre. Köszönöm, hogy megtaláltad!
the fuck? Mi a faszom érdemem el ez?
a faszom van ez beállítva?